Egy éve kezdte meg a nagy fogyást a Gainesville Norbival. Egy éve rendszeresen követem ezt a fantasztikus utazást, és jegyzetelem minden nap, hogy hány kilót fogyott le. Meg azt is, hogy milyen fantasztikus TikTokokat csinált. Megint! A vendégem meg kint vanna! Gondolskodjunk, lupa! Menjünk ki oda főzzé! Anyu! Rám akarját tűnni a fegyőre! Biztosan emlékeznek még Rácz Gézára, Magyarország legkövérebb tiniére. Köszönjük Jeff Goldblum! Nézzük is, hogy Géza mennyit fogyott az elmúlt egy évben. Tehát a Géza 217 kiló. Lefogytad a 100 kilót. Egy év alatt pontot vagyunk a 100 kiló. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Ám Norbi Gézúval való kapcsolata nem volt mindig teljesen felhőtlen. Egyszer Gézú nagyon megharagudott rá, amikor Norbi be akarta állítani az UPDETA pékségbe dolgozni. Megígérte neki, hogy kapcsolatait szívesen megmozgatja azért, hogy segítsen neki munkát találni. Meg kell tanulni dolgozni. I see the Padawan needs one last lesson. A vita végül odáig fajult, hogy Géza elgondolkozott azon, hogy kilép a Rivalda fényből. Oh no! Anyway, last week... Ám az eltévejedett bárány mindig visszatalál az akolba, ahol enni kap. Hoztam neked egy jó kis tésztát a nyáresti roma csirkepörkölthöz. Köszönöm. Ott van sörét tarhonya. Kettő kenyeret szereted? Igen, igen, mester. Na, jó van, drága mester. Imádom! Azokból mindig kettő van. Egy mester és egy tanítvány. Most már Norbi nem megy le többet Pándra, ment már eleget. Most már Gézúnak kell felutazni a Budapestre, Norbi főhadiszállására, a pofa vizitre. Gyerekek, Géza merre van? Gyere, te sukárcsávó, te! Sukárcsávó, belátom. Egész jól jössz. És Norbi be is védte a héterektől egy fenyítős videóval. Döngő léptekkel el fogom küldeni a nagy büdös fenébe azokat, akik bántják azokat az embereket, akik meg akarják változtatni az életüket. Tehát aki Gézát lenézi, az lenézi Gáspár Lacit, lenézi Kökény Attilát, lenézi Molnár Ferenc Karamellt, elmentek a francba. És aki engem lenéz, az lenézi David Attenborough-t, az lenézi Tom Hanks-et, az lenézi Hosszú Katinkát, az lenézi Johnny Sinset? Hát elmentek tik a francba. Nettek az életetet nem ír annyit. Ha Géza érdekei úgy kívánják, akkor fenyegetőzik. Lássatok már, nézzétek be a tükörbe, utána nézzétek meg ki arra a hátatok meg. Nézzétek be a tükörbe, utána nézzétek meg ki arra a hátatok meg. Hallja, hogy meg kinevedlek. Ha pedig úgy kívánják, akkor sajnáltatja magát, és ebben nagyon is jó. Elmegyek, eltűnök ebben a mérjében, nem akartam híres lenni. Amire tanítottam, mindenki tiszteljét becsüljek, adjam meg az intelligenciát mindenkinek. De nem kell messzire menni az alázásért, mert még a mestere is adja neki keményen. Hova viszi méreckedni? Hentes üzemben vagyunk, hát ne jegyen meg senki. Vágom, hogy hoznak téged, ha? Géza a zsírserif. A TV2 pedig rendszeresen beszámol erről a Pándi Szappan operáról. Géza élete fordulóponthoz ért, Norbi állást ajánlott neki. Ha Gézúról a Bors című országos hírmondó készíti a dokumentációkat, akkor Irénkiről meg a Fahéjnak kellene. Ott lennének egymás mellett az újságárusnál. Bors meg a Fahéj. Adjam meg az intelligenciát mindenkinek. Gézunál már jó előre időpontot kell foglalni, hogyha valaki szeretne egy vizitet nála, mert a celebek már tömött sorokban érkeznek hozzá jótét lélekpontokért. Szeretem. A Géza színe elé járuló celebek pedig ajándékokkal érkeznek az uralkodónak. Nézd, csak hoztunk neked egy ilyet, hoztunk rátokat is. Oké? És akkor tudsz most már menőzni. Soha nem bírtam meg benne egy ilyen telefont. Na, most már van. Nagyon szépen, jó? Köszönöm. Ahelyett, hogy kreatint, meg kollagént, meg BCA-t, meg fehérjét vinnének, iPhone-t visznek. A szeretet kifejezésének a legfőbb eszköze az iPhone.
A GVM-nek az enyén nőttem fel. Ő náluk jobb nincs itt Magyarországon. És figyeljetek, mit kaptam tőle. iPhone 11 Pro-t, meg hozzá egy ajándéktokot. Nagyon szépen, jó. Köszönöm. Azt mondom, viszlek sajózni, megnősülsz, elég jó. Jó, lenni. Gézu pedig az alapján választ példaképet magának, akitől nagyobb értékű ajándékot kap. Szia Mário, te vagy a példaképen, gyere le már le Pánra, gyere már le Márról, léci, gyere le, gyere le, gyere le! Invitálta kedvesen Géza előző példaképét, aki rá se hederített, szóval onnantól kezdve nem is volt a példaképe. Nyugodom csak a te bóládat kamázom. Hiába mondjad nekem a kácsit, nagyon gyanázom. Nekem is jöhetne pár ketó kajcsi, utána esküszöm, csak Norbit fogok hallgatni 2 hétig. Nem láttalak, nem voltál velem. Mondjuk az iPhone is tud sokat segíteni a fogyásban, tehát van rajta lépésszámláló, szívverésmérő, TikTok. Megönért jöttem. Hány éves vagy? 15 vagyok, uram. 30-nak nézel, kicula? Zsírúj iPhone-jával Gézu repült is a TikTokra, és belefejelte a tavalyi karanténból megmaradt 70 kiló lisztbe. Köszönjük szépen az iPhone szolgáltató kollégának, hogy a Gézu utána a legjobb TikTokokat rakhatta össze. Brutál erős anyagokat csinált. Ha még nem mondtam volna ki, én most kimondom. Akármi fáj, én azt magamba folytom. Where is he? Elsőre pedig azt hittem, hogy a Gézu az Kasabian meg Joy Division-t hallgat, de hát most jó a GWM is. Nem tudtam eldönteni, hogy most brit indie punkos vagy francia elektrós a Gézu. Hát szinte biztos voltam benne, hogy a Pándi rezidencián folyamatosan bömböl a Justice. Yuri Boyka, Csornia Csolmi, Oroszország. Szándékos emberölés. Boyka Gézu készségesen válaszol mindenkinek a TikTokon. Egyébként a Nobival azért nincs annyi videó, mert csak havonta egyszer fogunk találkozni mindig, hogy jobban hozom a kilókat. Én vagyok a fára jó. Mindig ez van. A hetekből hónapok, a hónapokból évek lesznek, aztán szép lassan elfelejtik egymást. Én állom genetik, ha neked az a rajság. Nincsen diplomám, de meghallgatott az ország. Bassza meg, nekem meg 2 is van. Túl képzett vagyok erre a rap piacra, az a baj. A rap királya én vagyok, oké? Ó, dicsőséges élő rap király, áhítozik testem, lelkem, te hozzád. A gonosztól óvj te meg, ne roncson engemet. Akelyhet te adod, adj hozzá alázatot. Hordjam oly csendesen, mint te tetted, mesterem. Dicsőséges élő rap király. A királyság el fog bukni, és a hamuból egy új rend fog születni. Az utóbbi egy évben Gézunak volt ideje tolba mondani, írt is egy saját rappet, és ezzel a rapjével még a dicsőséges élő rap király elismerését is kivívta magának. Lép mindig önmagad a szám, aki küzdenek kell, na a Feris Bátorics. Ám mert az ötöhat esem néha fel, mert a dicsőség az fejed van, és éljünk a napokat, és számunk az órát, a kemenezser okos megpróbált. Ja. Jó volt, drága öcsém. Nagyon szépen, jó. Köszönöm. Gézának most már vannak menő Versace pólói, van jó pacek, van iPhone is, és özöllenek is a csajok. Válogatós a Gézu, csak a sován lányokat szereti. Ma be kell fújnom magam. Sőt, a TikTokon most már ő értékeli a női követőit. Nicole. Stabil 9-es, te azért jó vagy. Ó, halljad meg, ez Dóri. Ez 10-es. Nagyon jó vagy. Nóra. Ez 10-es. Hú, de jó vagy, he. Brigitta. Hát a... Szabi 8-as. Én azért remélem, hogy a sztorinak az lesz a vége, hogy Gézu elhelyezkedik a Norbinál barisztaként, szép lassan felkusztik a ranglétrán, és lecsapja a Norbi kezéről a bizniszt. Én vigyáznék vele. Első közlekedjük először a polcfeltöltés, raktárimunk, áruátvétel, aztán később a kiszolgálás. Szép szintről szinte lépni. Átírja az update-et update-ára, és még jobban felfuttatja a bizniszt. Már több embernek is segítettem, összeittem egy érdendert, egy hét alatt lefogytak 5 kilót. Magyar ember csak akkor térdel le, ha kitöréshezik 200 kilóval! Naponta 10 kilométer megyed le, ajszi, ha nem senki. Szakadó esőben, szakad itt az eső, látok esít. Ijjátom a kommentbe. Én még ekkora viharba is edzek. Nekem nincs kifogás. No excuses.
Megpróbáltam ebbe a pár perces videóba összefogalmazni mindent, amit csak lehetett. Egy év múlva ismét jövök pofa vizitre, úgyhogy addig lehet lájkolni a videót, meg készüljetek a következőre egy év múlva. A Norbitól pedig jöhet a kajcsi. Gyere le, gyere le, gyere le! Áldjon meg titeket a jóisten testvéreim, csókollak titeket, adjátok meg nekem az intelligenciát, és legyetek szerencsések. Lájk, ha tetszik, csókolom benneteket, Isten áldjon titeket, sziasztok! Video. Nagyon szépen, köszönöm!